Mécsesekkel és búzakalásszal érkeztek a holodomor emlékmű leleplezésére a megemlékezők a józsefvárosi görögkatolikus templom udvarára. Egyes történészek szerint nem csak a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása, a gabona beszolgáltatási terhek drasztikus növekedése, valamint az erőltetett gabona export következtében okozott éhínséget Sztálin, hanem ezzel akarták megtörni az ukránok nemzeti öntudatát, ugyanis attól tartottak, hogy a nemzeti kötelék erősebbnek bizonyulhat a kommunista ideológiához, illetve a szovjet birodalomhoz való ragaszkodásnál. Ukrajna a magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete szerint ezekre a mai napig emlékeznünk kell. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk, amennyiben akkor is ez a helyzet azért történt meg, mert Sztálin szeretne elvinni az ukránoktól a szabadsághoz, a függetlenséghez való vágyat. És lényegében azon, mint keresztül most is megy Ukrajna, ez is lényegében ugyanolyan harc a szabadságért, harc azért, hogy mi egy állam maradjunk. És nekünk nagyon fontos, hogy a barátaink, a szomszédünk támogassanak minket ebben, és nagyon fontos az ukrán kisebbség támogatása is, és egyébként ez a mű emlékezés, amelyik most Nyíregyházan és az ukrán nyíregyházai önkormányzat kezdeményezésére meg támogatása eredményekben jött létre. Az ünnepségen elhangzott, az ukrán vidéket, a világ egyik legtermékenyebb mezőgazdasági területét néhány hónapon belül általános éhínség sújtotta, csontsovány holttestek hevertek mindenhol az utcán. A nélkülöző parasztok az éhínség alatt, ha nem volt más, a füvet, fakérget, kukoricacsutkát, rohadt krumplit, de még a macskát és a kutyát is megették, írja a Múltkor történelmi magazin. A kilátástalan helyzetben felütötte fejét a kannibalizmus, amit a szovjet hatóságok a gyereked megevése barbár cselekedet feliratú plakátokon ítéltek el. A sztálini rezsim évtizedekre teljes hírzálatot rendelt el az éhínség kapcsán.